A visegrádi együttműködés az Európai Unión belül négy közép-európai tagállam, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete. Az együttműködés célja ezen országok gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek a közös képviselete. 2021. július 1-e és 2022. június 30-a között Magyarország tölti be az elnökségi feladatokat. Május 13-án Magyarország zágrábi nagykövetsége angol nyelvű szakmai konferenciát szervezett, amelynek a Liszt intézet adott otthont. Indítsuk újra Európát! Ez volt a címe annak a szakmai konferenciának, melyet Magyarország zágrábi nagykövetsége szervezett a visegrádi négyek képviselőinek Zágrábban. A visegrádi négyek parlamenti együttműködés, melynek jelenleg Magyarország tölti be a soros elnökségét, több mint 30 éves együttműködése négy közép-európai országnak. A konferencia célja az volt, hogy megmutassák azt, hogy a V4-ben hogyan tud négy ország együtt dolgozni, és olyan konstruktív témákban együttműködni, mint például az unió nyugat-balkáni bővítése, a szomszédságpolitika, a fejlesztések, és hogy a közös érdekeken alapuló együttműködés valójában mindenki számára hasznos. Minden elnökségnek megvannak a maga célkitűzései, a magyar elnökség egyik célkitűzése a nyugat-balkán európai integrációjának elősegítése, a nyugat-balkáni országok támogatása az Európai Unió felé vezető úton. Közismert Horvátország is nagyon aktív szerepvállalást tesz ebben a kérdésben. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy egy szakértői konferenciát szervezünk arról, hogy a közép-európai országok szakértői, illetve néhány érintett ország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Koszovó szakértői hogyan látják a lehetőségeket, mik azok, amit meg kellene még tenni annak érdekében, hogy előre haladjon ez az integráció. Különösen fontos ez annak fényében, hogy a világ most egy más, nagyobb konfliktussal, a Oroszország-Ukrajna elleni agressziójával van elfoglalva, és fontos lenne, hogy ez a jelentős téma, amelyik a közvetlen szomszédságunkat érinti, ne maradjon, ne kerüljön háttérben. Ez a mai megbeszélésnek a célja. Hivatalos álláspontokat, azokat a különböző hivatalos megbeszéléseken ismertetik az egyes országok, ezért is gondoltuk azt, hogy talán egy szakértői konferencia új gondolatokat is behozhat ebbe a folyamatba. A konferencián a nyugat-balkáni perspektívák a V4-ek és a horvát kutatók szemén keresztül, valamint a nyugat-balkáni bővítéshez való hozzáállás témakörében tartottak panelbeszélgetést, amelyben kutatók, szakértők vettek részt. A kutatóknak megvan ez a szabadságuk, hogy szabadabban beszélnek, mint a politikusok. És mi is igyekszünk úgy válogatni a partnereinket, és most a mai napon is például a Nyugat-Balkánról érkező kollégák ilyenek, akik kiegészítik, színesítik azt a kormányzati álláspontot, amit egyébként sokszor csak a sajtóban nagyon szűrve látunk, és azáltal jobban meg tudjuk érteni azt, hogy hogyan tudunk a partnereinkhez viszonyulni. Teljesen más egy szakértői beszélgetés, és teljesen más egy politikai beszélgetés, és a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, és sokszor jól tudunk segíteni egymást. Tehát a szakértők a politikának, és a politika a szakértőknek, hiszen a nemzeti álláspontok egy olyan komplex nézetrendszerben, egy olyan komplex történeti múltból alakulnak ki, amit muszáj megértenünk annak érdekében, hogy a partnereinkkel sokkal mélyebben, sokkal hatékonyabban tudjunk együtt dolgozni. És ezek a konferenciák, amik nyilván nem csak a panelbeszélgetésben, hanem a kávészünetből, meg a vacsorából, meg a minden egyébből is állnak, és nagyon jól kijött a járvány alatt, hogy ezek a személyes találkozások mennyire hiányoznak egyébként. Tehát ezek egy olyan komplex képet adnak a partnereink gondolkodásáról, céljairól, érdekeiről, amit másképp nagyon nehéz megszerezni, és ezáltal bízunk benne, hogy jobb döntéseket lehet hozni az együttműködésről is. A konferencia keretében Orosz István grafikus művész és filmrendező plakát kiállítását is meg lehetett tekinteni a Liszt intézetben.